Ahogyan azt a hazai edző a mérkőzés előtt elmondta, az esélytelenek nyugalmával lépett pályára a Kisvárdai Győr ellen. Nem is látszott nyomás a játékosokon, tartották a lépést a vendégekkel, olyannyira, hogy 4 perccel az első félidő vége előtt már 4 góllal vezetett Bakó Botond együttese, a szünetre pedig 16-14-es állásnál vonultak le a csapatok. A második félidőben sem változott a játék képe, a győri gólokra mindig érkezett válasz, a hajrához közeledve még teljesen nyílt volt a mérkőzés. Az utolsó 10 percben aztán kijött a két csapat játékos állománya és rutinja közötti különbség, a győriek végül 6 gólos győzelemmel érvényesítették a papírformát. Edzőjük azonban csak az eredménnyel lehetett elégedett, amit az is mutatott, hogy meglehetősen szűkszavon értékelt a mérkőzést. First of all, congratulations. Játékosoknak is. I think you deserve today more. Nagyon többet érdemeltek ma, mint ami volt. And I just want to say that that congratulations to you and your team. Thank you. Thanks. Csak annyit szeretném, hogy igazán gratulálok az ellenfelünknek és a kollégámnak és az a csapatának is. A kisvárdaiak edzője a vereség ellenére is maximálisan elégedett volt csapata teljesítményével. Amit a héten beszéltünk és kértünk egymástól, kölcsönösen a csapattól, hogy megpróbáljuk megnehezíteni a Győrnek a dolgát. Azt gondolom, hogy ezt a lányok teljes mértékben teljesítették, és amíg nem fogytunk el teljesen az utolsó 10 perc, addig egy örömteljes eredmény volt számunkra. Habár azt gondolom, hogy az végeredményért sem kell talán szégyenkeznünk. Próbáltunk taktikusan, okosan kézilabdázni, védekezésben próbáltunk agresszíven és jól védekezni. Ez szakaszokban sikerült, aztán azért a második fél időben nagyon sok egy-egy elleni harcot elvétettünk, és azokból azért kaptunk könnyű gólokat. Azt gondolom, a mérkőzés nagy szakaszában a kapunk is rendben volt, úgyhogy elégedett vagyok a lányok teljesítményével. Tényleg azt gondolom, hogy dicséret illeti őket, és azt mondom, hogy néző szempontból is talán egy élvezetes mérkőzést játszottunk. A negyedik forduló további eredményei a következők: Ferencváros MTK Budapest 32-28, Érd Albafehérvár 29-28, Siófok Budaörs 24-29, Mosonmagyaróvár Dunaújváros 37-29, Szombathely Vasas 32-30 és Vác Debrecen 25-26. A tabella élén a 8 pontos Ferencváros áll, megelőzve a szintén 8 pontos Győrt és Debrecent. A 4 pontos Kisvárda a 7. helyen várja a folytatást. A válogatott programja miatt szünet következik a bajnokságban, Bakó Botond együttese legközelebb október 22-én Székesfehérváron lép pályára.